Hello, hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma úgy kezdjük ezt a videót, hogy nagyon szépen meg szeretném köszönni a borravalót, amit adott a Dorin, majd megismeri magát. És folytatjuk egy francia leckével! Szóval ma a testről fogunk beszélni. Le corps. És megtanuljuk ezeket a szavakat, hogy mit, hogy hívnak a testen. Például un œil, egy szem, un œil, de amikor több van, általában kettő, akkor úgy kell mondani, hogy des yeux. Szóval un œil, rám esnek a dolgok. Un œil, des yeux. Egy szem, több szem. La bouche. A száj. La bouche. A fogak, les dents. A nyelv, la langue. Az ajka, nem tudom pontosan ezt, hogy kell mondani magyarul, mert mit tudom én, nem nagyon rég tanultam ezt a szót, vagyis hát azért mondjuk 10 évvel ezelőtt. De nem szoktam használni, és így nem nagyon tudom, hogy kell mondani, de mindegy. Szóval ez. Les lèvres. Le nez. Les joues. Nem baj, ha nem mondom magyarul, ugye? Tudjátok, hogy miről van szó, ha mutatom. Les oreilles. Vagy une oreille. Des oreilles. Le front, les sourcils, les cils, les cheveux. Nem mondjátok úgy, hogy les chevaux, mert les chevaux az a lovak. Szóval tényleg úgy, hogy cheveux. Les cheveux. Le menton. Les paupières. Szóval itt a szemhéj, azt hiszem úgy kell mondani magyarul. La main. A kéz. La main. Les doigts, az ujjak, les doigts, les ongles, a körmök, les ongles, les bras, mindig többszörös számba mondom, mert hát több van, nyilván. Sajnálom azt, akinek nincs több. Milyen hülyeségeket beszélek, na mindegy. Szóval, les bras, azok a karok. Les bras. Les jambes, azok a lábak. A lábfej, az a le pied. A lábujj, az a les orteils. A has, le ventre. A gyomor, L'estomac. A mellkas, la poitrine. A hát, le dos. A seg, úgy mondva. De ez nem egy szó, franciául azt, amit most fogok mondani. Magyarul ez egy kicsit
érdekesen hangzik, ez biztos nem az a korrekt szó, amit én ismerek, de így más szavat így magyarul erre nem, így nem ugrik be. De franciául ez a korrekt szó, le fessier. Le fessier. Le fessier. Máshogy is mondják, de azt nem fogom elmondani. Ide leírom. A térd, les genoux, vagyis a térdek. Les genoux. Les genoux. Minden szót ebben a videóban le fogok írni egyes, meg kettes számba, mivel általában több mint egy van mindenből. Általában, mert csak egy orrunk van, oké. Abból csak egy van, de a többi dologból általában kettő van. Mondjuk a nyelvből is csak egy van. Mindegy. Szóval így leírom ezeket a szavakat egyszeres, meg többszörös számba, hogy tudjátok, hogy hogy kell írni őket, meg hogy... De nem mondom ki mindegyiket egyszeres, meg többszörös számba, hanem ahogy jön. A könyök, les coudes, a könyök. Szóval a nyak, le cou, nyak, le cou. La gorge, az a torok. La gorge. La gorge. Torok. Az arc, le visage. Le visage. Le visage. Az arc. Na szóval tudom, hogy nem mondtam el abszolút mindent a testről, de szerintem már így is elég információt kaptatok mára. Ezeket megtanulni nem lesz egy könnyű dolog. Úgyhogy sok szerencsét. Mára is ennyi volt, remélem, hogy tetszett ez az új francia lecke, és nem sokára találkozunk egy másik leckén. Sziasztok!